Az első kérdésre nagyon készültem, továbbiakban nem. Tehát az első kérdésem az nagyon komoly. Robi, hogy vagy? Köszönöm, most nagyon jó vagyok, kicsit fáradtan, vagy nem tudom, ez ilyen tavaszi fáradtság lehet, vagy, de egyébként minden rendben. Figyelj! Van még egy dolog, ezt bocsánat, el kell mondom, mert annyira tetszik, mert a színésznek két baja van. Az egyik, ha játszik, a másik, ha nem. Most és most tartok. Melyik a bajod? Igen, és most igazából nincsen bajom éppen. Na és figyelj, hogy indult az egész? Tehát te honnan jöttél? Én budapesti vagyok. Tehát én világéletem. Én ott születtem, ott nőttem tartottad? Föl. Én mindig, jó, ja, persze. Én ott nevelkedtem. Annyi, hogy a szüleim származnak, most már város, büszkén mondhatom, Cigánnak hívják, Sárospataktól 30 kilométerre van. Ahogy én Robit ismerem, tényleg majd ezer dologra még ki fogunk térni, tehát az érdeklődési köröd, az abszolút a művészetek, tehát a képzőművészet, zene, a színház, tehát hogy gyerekkorodban ez mikor tudatosult? Általános iskolába, 8. pályaválasztás, vagy hát nem pályaválasztás, de hát az ember azért ugye elkezd azon gondolkodni, hogy hát hova menjen tovább tanulni. Én autószerelőnek szerettem volna menni, valamiért nagyon izgatott akkor ez a dolog. És a technika tanárom mondta, hogy hát fiam, hülye vagy. Tehát ilyen jegyekkel ne autószerelőnek menjél, hanem gimnáziumba. És akkor ez így is történt? És így is történt, így beadtam a lusta mindenségemet, beadtam a Lővei Klára gimnáziumba a jelentkezést, oda nem volt felvételi, bizonyos jegy átlag, tanulmányi átlag fölött. És hát ez nekem röhögve megvolt, mondom, én nem akarok felvételizni, oda beadtam, és fölvettek. És utána kezdődött ez. Mi még jártunk, voltunk nagyjából a vége, címerezni. És akkor itt voltak olyan társak, itt találkoztam én azokkal a barátok. Igen, akik nagyon jó barátaim lettek, aztán a Pengő Joe, meg a Pécsi Marcit szerintem ismered, aha, akikkel azóta is nagyon jóba vagyok, és akkor ment a gitározgatás a tábor tűz körül, és hát halálosan élveztem. És akkor ez volt első után, és akkor másodikba megkérdezték évelején, vagy már nyáron a tábor, hogy nem volna kedved színjátszóba jönni? Ti benne vagytok? Aha, akkor de. Tehát, hogy annyira ez szerettem ezeket iskolában az embereket. Volt ez szerveződő. Igen, igen, igen. Régóta működött már a Lőveibe színjátszókör, csak én az elsőben nem nagyon vettem róla tudomást, de másodikban csak az ő kedvükére azt mondtam, hogy ha ti benne vagytok, akkor én oda megyek, akármi legyen is az. Gimnázium után hát mi történt? Nagyon-nagyon érdekes. Volt a színjátszó, és akkor mentünk színjátszó fesztiválokra, akkor ott belekeveredtem egy iskolába, ami már komolyabb volt. Aztán zenekarunk is volt természetesen. Ti alapítottátok? Persze, az akarat a mozgásjelenségeknek. Saját zenét? Saját zenét. Na. Hát igen. És például a gimnázium után te gondolkoztál, hogy a színművészetire... Hó, hát persze. És jelentkeztél? Igen. És hogy... Egyszer. És nem volt jó az élmény, mert van olyan kollégánk, aki hétszer is igen, jelentkezett. Tudom. Az a... Igen. Ez olyan nagyon furcsa hangzik, méltatlannak éreztem a dolgot. Én akkor tanultam már énekelni komoly zenét. Aha. És odavittem egy áriát, és ők azt mondták, hogy biztosítanak egy zongora kísérőt, úgyhogy halálos nyugalom, hát nyilván akkor, ha oda tetszak egy Mozart kottát, le fogja zongorázni. Hát tetű módon játszotta. Aha. Tehát, hogy nem értettem, hogy hát persze, hogy tök ocsmányul énekeltem, de azért, mert se tempó nem volt, össze-vissza hangokat. Lement az első kör, és bejött, és ez volt a másik, bejött a pedellus, vagy a portás, és közölte, hogy jó, akkor a Kovács József, meg a többiek maradnak, a többieknek meg köszönjük. És olyan hülyén éreztem magam, mert most ezt mondja, nem is emlékszem, hogy bevallom észre, hogy kinél felvételiztem. És mit csináltál ezután? Tehát, hogy dolgoztam. Dolgoztál? És a színház akkor... Nem, az volt. Volt egy amatőr társulatunk, és évekig az működött, és előadásokat játszottunk. Az újpesti színháznak volt egy kamaraterme, ott léteztünk elég sokáig, igen, évekig. És Horgas Ádámmal is dolgoztál. Igen, ez is egy érdekes. Tehát, hogy még a gimnázium alatt, ez negyedikben volt, régész akartam lenni. Révész? Nem. Ja, az más. Nem, az régész. Nem, de régész. És... A töri is olyan volt, hogy hát ragadt rám, és a világ egyik legjobb töri tanára volt szerintem az enyém, és ő mondta, hogy meg kellene próbálnom az OKTV-t, az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyt, mert ugye aznak az első 10 helyezettje automatikusan felvételt nyer az általa választott szakra.
És én nagyon komolyan nekifeküdtem Budapestnek a századfordulós építészetéből, tehát a békeidőknek az építészete volt, és az, amit kitaláltunk témának. Mm-hmm. És a Pince Színházban volt a Diákszínjátszó Fesztivál, ahol felajánlotta az akkori igazgató, hogy a következő szeptemberben induló 2 éves színházi iskolába felvételt nyerek nagyon-nagyon nagy kedvezménnyel. És ott volt nekem tanárom, a Horgas Ádám például. Hogy kerültél Szombathelyre? Az meg úgy volt, hogy akkor utána egy néhány évvel később elmentem a Honvéd Férfikarba, énekeltem, tehát én ott voltam 5 évig. És jött egy változás, hogy megszüntették a, milyen státusznak hívják, közalkalmazotti státuszát a Honvédnak, és meg egyéb magánéleti válságok miatt én válás után voltam, meg egy nagyon-nagyon jó ismerősem, aki akkor csak úgy brahiból beadta a színművészetire Kaposvárra a jelentkezését, aha, és elsőre fölvették, és akkor így fölbuzdult bennem ez az egész, hogy nehogy már ott életben, hogy nem fogok egyszer színész lenni. És így beütöttem, akkor már volt internet, beütöttem, hogy pótfelvételi színész. És kidobta, hogy Szombathely Jordán Tamás. És akkor én lejöttem felvételizni, és a Tamás fölvett, és akkor ide költöztem. Jaj, hát én annyira nem szerettelek az elején. Én... sokan nem szerettek mert minket. Mi voltunk az első osztály, tehát aki itt voltak, és minket még nem a Jordán Tamás felvételiztet, tehát minket kapott, és akkor titeket meg ő, és akkor mi mindig azt gondoltuk, hogy őket szereti a Tamás, minket meg nem szeret, ezért miért jöttek ide ezek az emberek, nem akarom. 1 vagy 2 évig tanultunk párhuzamosan, ugye? Vagy igazából egy, mert a második egy év az, igen, már az volt, amikor... A második az meg már 9700, igen, tehát hogy lényegében akkor meg a Jeles Andrással dolgoztunk együtt, igen, tehát ott már egyszerűen megszűntek ezek a kétosztályi különbség. Fie, huszárvágással, teljesen más téma, a huszárvágással. Gombfoci. Mi ez a Boldog Herceg? Mesélj erről. Hát idén lesz 4 éve, hogy fölkeresett egy Karácsony Éva nevű hölgy, hogy neki van egy Down-szindrómás kisfia, de szeretné, hogy ő színjátszó körbe járjon. De nem nagyon van ilyen Szombathelyen, úgyhogy arra gondolt, hogy legyen egy színjátszó. És hogy én vállalnám-e azt, hogy csinálok és foglalkozok fogyatékkal élőkkel. És annyira megdöbbentő volt a kérdés, hogy azonnal igent mondtam rá. Ez volt nyáron, és szeptemberben elkezdtünk dolgozni egy csapattal. Milyen volt megismerkedni velük? Nagyon, nagyon jó volt. Tehát az volt a legnagyobb félelmem, hogy hogyan fogunk kommunikálni. Tehát, hogy mi az, amit én tudok mondani, amit ők tudnak, meg tudnak csinálni, vagy ők, ha... És akkor még ilyenekre nem is gondoltam, hogy természetesen sokaknál ez képesség és készségbeli hiány. Tehát, hogy a beszéd, az artikulációjuk nem jó. Nem lehet érteni a kifejezési módot. Ez még nem is járt a fejemben, én csak simán arra gondoltam, hogy most nekem van egy elképzelésem, azt hogy fogom elmondani, hogy ők nagyjából ugyanúgy azt képzeljék. És akkor jött a nagy találkozás, hogy többen úgy beszéltek, hogy tényleg nem értettem, hogy mit mondanak. Egyébként hozzáteszem, tehát, hogy a társaságnak a nagy része az évek óta ismeri egymást, van egy egyesület, egyébként pont az elnöke itt van, a Marika, a Bakó Marika, a Napsugár Egyesület, aki jó néhány éve létezik, és pont ezért jött létre, hogy fogyatékkal élőket összehozzon, és különböző programokat szervez, táborokba járnak, színházba járnak, koncertet, tehát hogy az ő életük is olyan legyen, mint akárkinek az élete. És az első találkozás, ugye elmentünk, ahol nekik minden szerdán volt ilyen találkozó, ahol beszélgettek, játszottak, és hogy oda megérkeztem, és hát nagyon megdöbbentő volt, mert ugye ők nagyon vártak, és persze, hogy én is nagyon vártam, csak le voltam taglózva, mindegy, a legjobb kérdés az volt az egyik lánytól, hogy figyelj, és van barátnőd? Hát van. Mm-hmm. Jó, akkor ezen túl vagyunk. De jó. Úgyhogy nagyon-nagyon oldották ők ezt a dolgot, és aztán kiderült, hogy semmilyen
probléma és nehézség igazából nincs. Ezen az akusztikai dolgon, hogy néhány lyuknak. Igen. De már azt is, tehát hogy én már simán megértem. És akkor megszületett az előadás, ugye? Megszületett, de hát ez nem volt ilyen egyszerű, ez majdnem 2 évig született meg. Tehát, hogy egy 1/2 évig igazából... Ismerkedtetek? Igen, ismerkedtünk, hogy mozgásos feladatok, beszéd nyilván, amilyen verseket vagy dalokat ismertek, akkor azzal próbáltunk dolgozni. Egyébként a Karácsony Éva az egyik anyuka, illetve a Molnár Péterné Bori, aki pedig az egyetemen is tanít most is, régebben, most már nyugdíjasként, régebben meg tanított teljes állásban, mentálhigiénés szakember, ők mindig ott vannak, tehát ők segítenek nekem, tehát nem egyedül vagyok, tehát az eleinte ők nagyon-nagyon sokat segítettek. És eltelt 1/2 év, így ismerkedtünk, és akkor a Bori mondta, hogy figyelj, ismerette ezt a darabot, vagy ezt a mesét, a Boldog Herceget, és szégyen szemre nem ismertem egyáltalán. És ő mondta, hogy olvassam el, mert ez nagyon szép történet, egyszerű, tök jól ki lehet osztani szerepeket, mondani valója is van, és hogy ezt csináljuk meg. És akkor ez, hát 1/2 év alatt eljutottunk egy ilyen nagyon-nagyon vázlatig, és rá 1 évre tulajdonképpen született meg az a előadás, ami most is megy a színházban. Bózdoktorkodás. Megint huszárvágással. Bár ez a kettő egy kicsit közel áll egymáshoz, tehát szerinted segítette az egyik a másikat? Tehát az, hogy emberekkel kommunikálni, vagy... Az a néhány óra, amit ott töltünk, akár a kórházban, vagy amikor a színi csoporttal dolgozunk, az ott van értük. És nagyon jó. És ez nekem aztán utólag nagyon jó. Uh-huh. Nagyon jó kapni. A mágikus, mint a zenekarnak, Robi a vezetője, én is a csapat tagja vagyok, míg a zenekarról mondaná 3 mondatot, hogy honnan indult, vagy hogy például azon gondolok, miért te lettél a vezető? Én nagyon szeretem a Robit, mint vezetőt, csak amikor az elején nem voltam ott, akkor tényleg ez hogy alakult, hogy te leszel? Én nem tudom, miért én vettem. Én akartam ezt a legjobban, azt hiszem, ezért lettem én a vezető. Én hajtottam, rugdostam őket, de próbáljunk el, még maradjunk itt, új számot találjunk a jövő hétre. Menjen. De figyelj, hogyha már tényleg lassan be is kell fejeznünk, buzsikáljunk egyet. Milyen hangszeren játszol, Robi? Én alapvetően basszusgitározom. És milyen hangszert hoztál? Hawaii gitár. Ez a hawaii gitár, ez a kis hangszer. Hát ezt hoztam. Oké, hát akkor fogadják sok szeretettel. Várj, hol van az enyém? Ja, igen, a János is. Én hoztam, de aztán mégse játszom. Most akkor egy másik. Ez egy nagyon-nagyon bevett slágerünk. Azt hinnék, hogy ismerős lesz, de nem, ezt a Vas Szilárd írta. És nagyon sokszor szoktuk játszani a kórházban. Mi se tudjuk, mi fog történni, tehát így. Yeah.